Sziasztok srácok, Stickeri vagyok, és a League of Legends bemutató második részében a jungle-ről lesz szó. Megnézzük, mi a jungler feladata, és milyen junglerek vannak. A bemutató elég hosszúra sikerült, úgyhogy a jungler championokat egy következő videóban fogom bemutatni. Ha van egy jungler a csapatban, az azt jelenti, hogy egy helyet két lénen lesz valaki egyedül, így több XP-hez és farmhoz jut. Ez a valaki a jelenlegi metában általában a topos champion. A másik dolog, amiért nagyon hasznos a jungler, hogy folyamatosan járja a térképet és különböző helyeken beugorhat a lénre segíteni, általában akkor, ha lehetőség van megölni az ellenséges championt. Ezt hívják ganknek. A gankelés ellen ezért szokás wardolni is, hogy a lének belássák azokat a területeket, ahonnan a jungler érkezhet. A wardolásról majd egy összetettebb videót is készítek egy másik alkalommal. A három lénről letérve a junglebe jutunk, ahol különböző erősségű és minőségű szörnyek tanyáznak. A szörnyeket erősségük szerint mondjuk három csoportba sorolhatjuk, és könnyen, közepes nehézséggel és nehezen tisztítható táborokról beszélhetünk. A könnyű táborba tartoznak a Wraithek és a Wolfok, a csapattársak segítségével általában ezeken szoktak a junglerek kezdeni. A közepesen erős táborban találhatóak a gólemek, a nehézbe pedig két szörny tartozik, melyek azon kívül, hogy társaiknál több XP-t és goldot adnak, ellátják championünket egy pozitív hatással. Ezt buffnak, míg ha egy ellenség rak ránk egy negatív hatást, azt debuffnak nevezzük. Ez a két szörny tehát az Ancient Golem, ami kék buffot, és a Lizard Elder, amelyik piros buffot ad. A kék bufftól megnő a mana regenerációja, és csökken a képességek visszatöltődésének ideje, ami röviden a CD csökkenés. Ha piros buff van rajtunk, akkor támadásaink lassítják az ellenfelet, és egy bizonyos ideig dotot is rakunk rájuk. Ez utóbbi sebzésfajta, a dot, a damage over time, magyarul, akin dot van, az egy bizonyos ideig folyamatosan sebződik. A két csapat térfelét elválasztó folyó mentén helyezkedik még el a baron és a dragon, akik nem jungle szörnyek, hanem Global Objectives néven szokás emlegetni. Itt egy kis kitérőt tennék, megmagyarázva mi ez. Először is lefordítva ez nagyjából annyit tesz, hogy globális célpontok, tehát ezeket a célpontokat mindkét csapat folyamatosan le akarja ölni, mert különböző előnyökhöz juttatják őket. Ez lehet gold, XP és a baron részéről buff előny is, de globális célpontok egyébként még a tornyok is. Erről részletesebben majd egy másik videóban. Térjünk most vissza a junglerre. A baron buffal együtt ez tehát háromféle buff, amit beszerezhetünk a meccsek során szörnyekből. A buffok ható idejét egyébként a utility ág harmadik sorban található Runic Affinity Mastery-vel növelhetjük. A mana használó championok általában a farkas, kék gólem kezdést választják, míg a más erőforrást használók a piros gólemet, és így ezzel el is érkeztünk a következő fejezethez. A jungler játékos nagyon kevés kivétellel egyik summoner spellje a Smite, amivel sok sebzést vihetünk be a szörnyekbe. Van néhány olyan champion, aki hatékonyan tud junglezni Smite nélkül is, mint például Shaco vagy Fiddlesticks, de nem ez az általános, így feltételezzük, hogy Smite-unk van. Ha mana használó championnel vagyunk, akkor általában a kék gólem felé vesszük az irányt. A csapattársaink a szörnyek megjelenéséig ezeken a pontokon félik a területet, hát ha genkelni akar az ellenséges csapat. Az ott levőek segítségével nyomjuk le a farkasokat, amiket mi last hiteljünk, hiszen nekünk kell a gold és az XP a jungleből, nem annak, aki lane-re megy utána. A farkasok 1 perc 40-nél jelennek meg, azaz spawnolnak, míg az alatta levő kék gólem 1.55-nél. A szörnyek a hozzájuk legközelebb álló champion támadják meg. Csapattársainktól függően a kék gólemet úgy is lenyomhatjuk, hogy nem használunk rá Smite-ot. Ehhez persze az kell, hogy társaink a megszokottnál több ideig segítsenek nekünk sebezni, így ők lemaradhatnak egy-két last hitről a lényükön. Ezzel megmarad egy Smite-unk, és sokkal gyorsabbak lehetünk.
Ha lehetőség van genkelni valamelyik lént, akkor haladjunk arra, ellenkező esetben vegyük az irányt a következő camp felé. A genket ne erőltessük, csak akkor menjünk, ha tényleg nagyon jók a kilátások, mert a level 2-3-as tower dive-ok általában biztos halállal végződnek. Ez tehát a kék gólemes kezdés, ettől kezdve csak haladjunk folyamatosan a kempeken és genkeljük a léneket. A második kék gólemet általában elkéri a mana használó AP mid, a mana regen és a CD csökkenés miatt. A játék vége felé, amikor teamfightok alakulnak ki, akkor pedig a ranged AD carry általában elviszi a red buffot is. Nos, genkelni általában akkor szokás, ha lehetőség van megölni valakit az ellenséges csapatból. Sok dolog mutatja azt, hogy érdemes-e genkelni vagy sem, csak fel kell őket ismerni. Például egy olyan lént genkelni, ahol az ellenség full HP-n van és flash-e is van, felesleges idő és értékes XP pazarlás. Viszont ha nincs flash, kevés a HP, akkor az már egy potenciális gank lehetőség. A másik ok, amiért genkelni szoktak, az az, hogy megfordítsák a lén dominanciát. A lén dominancia a nevéből eredően azt mutatja, ki uralja a lént, ami egy példán keresztül be is mutatható. Például popon van Darius és Teemo, és a Teemo játékos van annyira jó, hogy nem kerül Darius behúzásának közelébe, és folyamatosan leköpködi őt. Már annyira lesebezte, hogy Dariusnak van 10 creep score-ja, és elhasználta mindegyik HP potiát, Teemonak meg van 30 creep score-ja, és még csak egy HP potit használt el. Még egy kicsit turbozzunk ezen, és mondjuk, hogy amellett, hogy a Teemo játékos jó, a Darius még ennek tetejében béna is, és annyira nagy szarba került, hogy már a flash-t is elhasználta. Ilyenkor nem nehéz kitalálni, hogy Teemo dominálja a lént, de a jungler segítségével ez megfordulhat, és újra egyensúlyba hozhatjuk a lént, bízva abba, hogy csapattársunk képes lesz végre level 6-tól használható állapotba hozni azt az egy gombos szar Darius-t. Fontos, hogy soha ne erőltessük a genket, ha van lehetőség genkelni, használjuk ki, de ne mi akarjuk megteremteni a lehetőséget, mert annak ritkán van jó vége. Gyakoroljuk sokat a jungle-özést, folyamatosan haladjunk campről campre, és mindig nézzük a térképet, kutassunk lehetőségek után. Sikeres ganknek számít természetesen, ha megölünk valakit az ellenség csapatából, és természetesen az nem, ha cserébe ketten meghalnak tőlünk. Továbbá az is sikeres gank, ha elhasználtattuk velük a summoner spelljeiket, például a flash-t. Ilyenkor térjünk vissza pár perc múlva, még mielőtt újra aktív nem lesz a flash. A gankelést általában a folyón keresztül lehet megoldani, amit folyamatosan vardolnak, így kétséges annak kimenetele. Ezt több módon is ki lehet küszöbölni. Először is egy korai Oracles megvásárlásával és az ellenfél vardjának megölésével nem csak a saját dolgunkat könnyítjük meg, hanem haszontalanná tesszük az ellenség szupportjának vásárlásait, hiszen így tulajdonképp a semmire dobott ki aranyat. Ilyenkor két dolog történik, vagy újra aranyat ki azért, hogy biztonságban legyenek a lénen, vagy nem vesz vardot, amíg le nem jár az oraklózunk, így kitéve magát és léntársát annak, hogy genkelve lesznek, ezért mindkét eset pozitív számunkra. Ha fent kezdett a csapat és a folyó vardolva van, akkor megpróbálhatunk a piros gólemjük felül genkelni, de ez több időt vesz igénybe, és ha a tribus is vardolva van, akkor ugyanígy nem ér semmit. Ráadásul az ellenfél területén vagyunk, nagyobb veszélynek kitéve magunkat. Az egyik legjobb módszer, ha lénről tudunk genkelni, azaz onnan, ahol a minionok is belépnek a lénre. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha a lént pusholta a csapattársunk, és az ellenfél nem lát el az első vagy második bokorig, ahová így észrevétlenül besurranhatunk. Ez akkor kiváló lehetőség, ha az ellenség levardolta a genkelési helyeket, mert így ők egyáltalán nem számítanak genkre. Természetesen a jungler championok sem egyenlőek, vannak erősebbek, gyengébbek, tankosabbak, gyorsabbak és lassabbak. Attól függően kivel vagyunk, megpróbálhatunk az ellenfél jungle-jébe betérve ellopni a szörnyeit, ezzel őt visszavetni, magunkat pedig segíteni a fejlődésben. Ez igen kockázatos, sok tapasztalat kell hozzá és nagyon jó térképismeret. Ha meglátjuk az ellenfél junglerét valahol a térképen, akkor figyeljük, merre halad tovább, és ez alapján nagyobb biztonsággal léphetünk be a területére. Két pro és kontra példát említenék. Shaco az egyik legjobb counter jungleres, míg Amumu az egyik leggyengébb, akit a legegyszerűbb counter junglerezni, és a csapattársai nélkül könnyen elhullik.
Egy másik formája a counter jungle-nek, ha úgy lapod el az ellenfél buffját, hogy ő is ott van. Tegyél egy wardot a gólemhez vagy lizardhoz a 6. perc környékén, és menj vissza a területedre jungle-özni. Amint felbukkon az ellenség junglere, a gólemnél fuss oda, állj meg a bokor szélénél. Húzd az egeret a smite ikonjára, és jegyezd meg, mennyit sebez jelenleg, majd kattints a gólemre, és figyeld a HP-ját. Amint elérte azt az értéket, amit a smite-ot sebez, told rá, és rohanj ki a jungle-ből. Ez azért működhet, mert a jungler általában biztonságban érzi magát a saját jungle-jében, és nagy részük a smite-ot már a támadás elején elnyomja, vagy csak akkor használja el, amikor a szörny már biztos annyira kevés HP-n van, hogy megöli vele. Ez egy relatíve biztonságos megoldás, hiszen a bokor szélén állsz és könnyen elmenekülhetsz, viszont természetesen ennek is van hátulütője. A jungler behúzhatja a bokorba a szörnyet, így meglátva téged. Ha rajtunk van valamelyik golem buff, akkor nagyon vigyázzunk, mert a legrosszabb dolog, ami történhet, nem az, ha nem sikerül a gank és miattunk meghal még legalább egy társunk, hanem hogy a piros és vagy kék buffot még ráadásul el is veszi az ellenfél. A buff ugyanis halálkor átkerül ahhoz, aki megölt minket, ráadásul rezetelődik a hatóidő is rajta. A kék buffot a mides champion általában elkéri, és adjuk is oda neki. Az nem mentség, hogy a te jungler championod annyi manát használ, hogy nélküle nem tudsz junglözni. Ha így van, akkor valamit rosszul csinálsz. Hogy mennyire haladsz jól a jungle-ben, könnyen ellenőrizheted azzal, hogy megnézed, te hányas szintű vagy, és a többiek hányas szintűek. Ha el vagy maradva 2-3 szinttel, akkor lassú vagy, és nem tisztítod elég hatékonyan a kempeket. Jegyezd meg, hogy a csapattársaid végig a lénen vannak, folyamatosan kapják az XP-t és a goldot, te viszont csak akkor, ha tisztogatod a kempeket, és mindig, amikor gankelsz, futsz két kemp között, hazamész, nem jutsz XP-hez sem, és aranyhoz sem. Ezért ne pazarold az időt felesleges gankekre, és ne menj haza túl gyakran. Ha túl sokszor kell hazajárnod, akkor legközelebb vegyél néhány HP potit. Nos, ez volt a jungle-ezés első része, a következő részben a jungler championöket fogjuk átvenni. Köszi, hogy itt voltatok, remélem hasznos infókat adtam át nektek. Maradjatok továbbra is velem, sziasztok!